Amit tehetnék érted, karitatív ifjúsági közösség tagjai a tavaszi szünetben sem pihennek. A hétvégén ismét felkerekedtek, hogy irodalmi zenés műsorukkal, kedves ajándékaikkal tegyék emlékezetesebbé az ünnepi alkalmakat, így a húsvétot. A mosolyvarás keretében többek között a családok átmeneti otthonát, a hajléktalan szállót és az idősek otthonát keresték fel szombaton a fiatalok. Az én kezdeményezésemre indult el a mosolyvarázs annó még 8 éve karácsonykor, és eredetileg ez csak egy baráti összeverődés lett volna, és egyszeri alkalomnak terveztük, hogy egy kicsi örömet tudjunk szerezni. Az indulás az úgy indult, hogy körülbelül 20-án szóltam mindenkinek, hogy én 23-án szeretnék egy ilyet, és mindenki azonnal készséggel jött, és nem az volt, hogy hát te bolond vagy, hanem hogy jó, persze, csináljuk. Azóta is folyamatosan tart. Szerintem azért szeretjük ennyire, és szerintem a gyerekek nevében is beszélhetek, mert az öröm meg boldogság, amivel minket fogadnak egy-egy befogadó helyen, már akkor, amikor ugye az első megbeszélések lezajlanak, hogy mikor jönnénk, akár a vezetők, akár a bent lakók, egyszerűen nem lehet semmilyen sem mérni, hogy milyen boldogok, és ezzel mi is azok leszünk. Most, amikor ide visszajöttetek, akkor már régi ismerősként mondhatni, barátként üdvözölt titeket az itteni közösség. Várják már azt, hogy jöjjetek vissza? Mondhatni, hogy elvárják azt, hogy legyen mosolyvarázs? Én azt gondolom, hogy ha egyszer egy ilyen elkezdődik, onnantól ez valamilyen szinten elvárással válik. Tehát az emberek számítanak rá. Megmondom őszintén, 2 éve, vagy talán tavaly én szerettem volna ezt abba hagyni, egy ideig pihentetni, mert azért nekem is nagyon megterhelő ennyi mindennel foglalkozni egyszerre. Viszont ahogy közeledett a karácsony, és például a hajléktalan szállóból személyesen hívtak fel, hogy akkor megyünk-e, nem tudtam volna azt mondani, hogy nem, és úgy gondolom, hogy ez még nagyon sokáig fog működni, ha éppen nem az én vezetésem alatt, akkor máshogy. Viszont most például már megkezdődött a beszélgetés az idősekkel, hogy na, akkor anyák napján is jönni fogunk, úgyhogy igazából folyamatosan. Ha tehetjük, akkor nem is ünnepnapokon, tehát többször jöttünk ebben az évben is, anélkül, hogy lett volna ünnep. Kiket szoktatok még ilyen alkalmakkor felkeresni? Az idősekről már esett szó, a hajléktalanokról is szintén, de most még mentek majd más egyéb intézményekhez is. Megyünk a családok átmeneti otthonába. Ővelük decemberben kezdtük, úgyhogy nekik ez lesz a második alkalom, hogy megyünk. Megyünk az integrált központba, a betegekhez, illetve a gyerekotthonba, hova hát úgy készülünk, hogy interaktív, játékos műsor lesz, és mindenhova más jellegű műsor van összeállítva, attól függően, hogy éppen kiknek szól a műsor. Ide például mivel készültetek? Próbáltuk a tavaszt megfogni, mint motivumot, illetve emellett a nőket, hiszen hamarosan anyák napja lesz, tehát inkább egy ilyen kisebb ráhangolódással készültünk, és megpróbáltuk kicsit úgymond lazább műsorokat keresni, lazább verseket, hogy ne arról szóljon, hogy most hú, de rossz idő van például, hanem hogy süt a nap, képzeljük el, illetve azokat a verseket hoztuk el, amivel a gyerekek a Nagy Gáspár, illetve Csengely Dénes versmondó versenyre menni fognak a hónapban. Egy kis ajándékkal is készültetek, egy szeretett kosárral. Így van, ezt minden helyszínre készítettünk egyet-egyet. Fel voltunk osztva a különböző csoportokba, hogy ki melyik intézménynek csinál. Ugye meg vannak adva ilyenkor a létszámok, hogy hányan vannak, és annyi embernek készítjük a kosarakat. Leginkább azt is az határozza meg, hogy éppen hova megyünk, tehát az idősek otthonában inkább gyümölcsel készülünk, még a gyerek otthonban csokoládéval, a kosarakat mi díszítjük ki húsvéti motivumokkal, és mindegyikbe raktunk nyuszit. Amíg mi itt épp az interjút készítjük, a társaid az idősekkel beszélgetnek. Beszélhetünk arról is, hogy azon túl, hogy egy kis szeretetet, egy kis fényt hoztok a mindennapokba, hidat teremtetek az idősek és a fiatalok között. Ez így van. Nagyon sokat lehet hallani bárhol, tehát ahol megfordulnak fiatalok, hogy mert bezzeg a fiatalok milyenek. Én azt gondolom, hogy ez elegendő példa arra, hogy milyenek a fiatalok. Tehát lehet őket úgymond irányítani, pozitív hatást gyakorolni rájuk. És én úgy gondolom, hogy az, hogy 12-13 vagy akár 16 évesen odaállnak és beszélgetnek, az önmagában példaértékű, és ez egy tanító jellegű is a gyerekeknek, hiszen később belőlük lesznek azok a felnőttek, akik
majd irányítják a, úgymond a kis világunkat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a kapcsolatteremtés az egyik legfontosabb, hiszen tudnak tanulni az idősektől, és meglátják azt, amit lehet, hogy nem minden ember vesz észre. Tehát megállnak azok előtt, az apró pillanatok előtt, akik elrohannak mellette. Összegezve az elhangzottakat mondhatjuk akkor talán azt is, hogy nem csak ti adtok, hanem kaptok is. Ez így van, és az, amit mi kapunk, az nekünk elég fél évig, úgyhogy fél évente jövünk az újabb adagért.